kicsit erősebben kezdtem, mint egy kicsit elvitt a hév, amúgy kellett volna. 51-re kezdtem, és arra 54-55-ös második százat úsztam. A vége az nagyon. Tehát volt egy 50 gyorsam előtte, hogy ez nem is baj, mert úgymond bemelegítőnek jó lett volna, annyira nem sikerült jól, hogy szerettem volna. Egy púzisom egy kicsit magasabb is volt utána, kicsit nehezebben ment le. De a vége az, az utolsó 25 méter az már csak szívből ment, mert meg a csapatér ugye. Szóval igen, az, az nagyon fájt már a vége. Kimászok ugye a vízből, és már érzem, hogy szédülök ilyenkor. Meg utána fejfájás, hányinger, meg ilyenek jönnek. Ez ugye lehet attól, hogy leesett a vércukrom, meg még, hát pontosan nem tudom megmondani. És ugye ennek kell egy ilyen 15-20 perc, vagy több, hogy helyreálljon, főleg nálam, nekem már voltak ilyen problémáim. És ott is ez, hogy cukros ital, vagy egy kis, hogyha tudok enni, akkor eszek valamit. És ez igen, egy kicsit hosszabb idő nekem, míg helyreállok utána. A 100-as gyorsváltóra őszintén mondom, nem számítottam volna, hogy ezt így meg tudjuk nyerni. Ugye hát ez egy furcsa verseny volt a 100-as, mert nem úsztunk annyira jó időket, mint az ifjelben például. Hát ez a 200-as, ez meg tudtuk, hogy szerintem az egyik legnagyobb csata volt, mert tudtuk előre is, hogy ez lesz az egyik legnagyobb csata a VB-n. És azt is tudtuk, hogy ifi világcsúcsot kell úszni ahhoz, hogy egyáltalán dobogó vagy, hogy aranyérem legyen. Mindenki nagyon szépen helytállt, mindenki nagyon jól úszott, úgyhogy le akartam mindenkit. Az ifjelben azt valamilyen ilyesmire számítottam, hogy a 100 gyorsra helyeztük ki a hangsúlyt. A VB-ben az a teljes meglepetés szerintem mindenkinek. Itt pedig ez a két váltó, eddig ez is meglepetés. Hát a 200-as gyors váltót azt azért szerettük volna. Úgy szerintem mindenki, hogy aranyra megyünk rá, de a 100 gyorsváltó az is tehát meglepetés, és a 200 gyorson is az aranyra mentem rá, ez most nem sikerült, de majd 100 gyorsan ezt még azért megmutatom, hogy...